Egy későbbre halasztott mérkőzés és egy szabadnap miatt egy hónapot várt az év első bajnoki meccsére a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszkijék annak a Debrecennek az otthonában léptek pályára, amelyet 25 ponttal vertek hazai környezetben. A találkozó a vártnál jóval nehezebben alakult az NKS számára. Az első negyedet 9 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc 12 ponttal a vendégeké lett. Fordulás után a Debrecen visszavette a vezetést, és egészen az utolsó pillanatokig kérdéses volt a győztes kiléte, a végén azonban a nyíregyháziak örülhettek 3 pontos sikerüknek. 10-0 vezetett az ellenfél, tehát ezt bárhonnan is nézzük. Ez egy olyan rossz kezdés volt számunkra, amiben nagyon nehezen tudtunk kilábalni. Az első negyedből ugye nem is sikerült, tehát bementünk egy mínusz 8 ponttal az első negyed végén a második negyedhez. Ott azért meg sikerült megfordítanunk a mérkőzést, tehát már a fél időt plusz 3 ponttal kezdtük. Váltogattuk a védekezésünket, mint kiderült, pontosan az az egy védekezési forma bizonyult a legjobbnak, amit mi nagyon-nagyon ritkán gyakorlunk edzésen is, meg mérkőzésen is, mert a 2-3-as zónát azt a mi védekezésünknek nem igazán fekszik az. Ettől függetlenül most ez a 2-3-as zóna volt, azért valami szinten megállította a Debrecen. Elkövettem azt a hibát én személy szerint, hogy bíztam annyira a lányokban, hogy ugyanúgy emberfogással kezdtük a második félidőt. Volt 2-3 játékos, akit nem igazán tudtunk egy az egyben megtartani, és folyamatosan a hátsó sornak kellett besegíteni, ami egyértelmű oda vezetett, hogy vagy fautot ütöttünk, van, vagy aki üdesen maradt lent alapon, az meg tudta oldani. Tehát egy igencsak kaotikus állapotban játszottuk ezt a mérkőzést. Magam sem tudom, hogy ugyan mi vezetett ide. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest áll 12 győzelemmel, megelőzve a 10 győzelemmel és egy vereséggel álló nyíregyházi kosársulit. Farkasinszki Gyuláné együttese a hétvégén nem játszik meccset, legközelebb február 13-án a Vasas otthonában lép pályára az NKS.